Ha a Rubik kocka feltalálója minden eladott Rubik kockán keresett volna 1000 forintot, akkor ma ő lenne Magyarország leggazdagabb embere. Van egy legenda, miszerint Rubik Ernő üzleti érzék hiányában azonnal átengedte a hasznot egy nagy külföldi cégnek. Valójában ez nem így történt. Rubik Ernő 1974-ben tanítási segédeszköznek fejlesztette ki a Rubik kockát, majd hamar rájött, hogy találmánya túlmutat a tanórákon. Ezért elkezdte itthon gyártani, azonban a magyarországi gyártási kapacitás nem volt exportra elegendő. Ezért egy brit vállalkozónak eladta az értékesítési jogot, és közösen vitték sikerre a Rubik kockát. 350 millió darabot adtak el világszerte. Ekközben rengetegen meggazdagodtak a kockából, maga Rubik Ernő is, de ő csak egy lett a haszonhúzókból, és talán nem kapott szerepének megfelelő súlyt a nyereségből.